Védőoltás. A házi orvosoknál már kérhető az influenza elleni vakcina. Rally a belvárosban. Az első Nyíregyháza rally egyik leglátványosabb része lesz a pénteki városi gyorsasági szakasz. Új mesterek. 13 szakmában 109 mesterlevelet adtak át a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában. Elsősorban a szövődmények elkerülése miatt érdemes beadatni az influenza elleni védőoltást. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Már elérhető az influenza elleni vakcina, amit nem csak a rizikócsoportba tartozóknak, mint gyermekeknek, időseknek és krónikus betegségben szenvedőknek ajánlott kérniük, hanem gyakorlatilag mindenkinek. Dr. Kis Csaba házi orvos azt is elmondta, az influenza elleni védekezéshez az oltás mellett a megfelelően karbantartott immunrendszer is szükséges. Már megérkezett az influenza elleni vakcina, és vannak, akik már be is adatták maguknak a védőoltást. Magyarországon idén 1,3 millió térítésmentes vakcina áll rendelkezésre a rizikócsoportokba tartozók influenza elleni védőoltásához. De akiknek nem jár a térítésmentes oltás, azoknak is érdemes beadatniuk azt. Az oltás az gyakorlatilag mindenkinek ajánlott, de ugye vannak fokozottan veszélyeztetett csoportok, tehát akiknek például krónikus szívérrendszeri vagy légzőszervi megbetegedése van, illetve ugye időseknek, kisgyermekeknek fokozottan fontos az influenza oltásnak a felvétele, mert náluk sokkal nagyobb a szövődmény kialakulásának a kockázata. Ugye általánosában véve az influenza vírus az egy néhány napos lázzal, izomfájdalmakkal, gyengeséggel, levertséggel járó megbetegedést okoz, viszont ritkán előfordulhatnak súlyos, nehogy Isten akár életet veszélyeztető szövődmények is. Az Egészségügyi Világszervezet a hozzá beérkező jelentések alapján dolgozza ki minden évben az ajánlást az influenza elleni vakcina összetételére. A betegség ellen az egyetlen igazi védekezést az oltás jelenti, azonban ez sem jelent feltétlenül tökéletes védelmet. Az influenza elleni védekezésben nagy szerepet játszik a megfelelően karbantartott immunrendszer is. Egyrészt ugye itt a megfelelő életmód, ami nagyon-nagyon fontos, tehát ugye a rendszeres testmozgás, sportolás az segít, hogy az immunrendszerünk minél éberebb legyen. Ugye a megfelelő vegyes táplálkozás, a vitaminok szedése, amit azért nem kell ugye túlzásba vinni, tehát az ilyen multivitamin készítményeket azért csak módjával fogyasszuk, illetve az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk, az a megfelelő D-vitamin pótlásnak a biztosítása, ugyanis Magyarország lakosságának körülbelül 90%-a legalább enyhefokú D-vitamin hiányban szenved, és a D-vitamin az nagyon fontos az immunrendszer megfelelő működéséhez. Az oltás nem adható be annak, akinél súlyos allergiás reakció alakul ki tojás fogyasztása kapcsán, vagy a korábbi oltást követően orvosi beavatkozásra volt szükség. Az oltást érdemes minél korábban kérni, hiszen a védelem kialakulása 2-3 hetet vesz igénybe. A kormány javaslata alapján 2023. december 31-éig továbbra is a kedvezményes 5%-os áfakulcs alkalmazható azon új lakó ingatlanok értékesítésekor, amelyek 2018. november 1-én végleges építési engedéllyel rendelkeztek, jelentette be Varga Mihály. A pénzügyminiszter közölte, a javaslatot a héten nyújtják be az országgyűlésnek. Főszabály szerint a kedvezményes adókulcs jövő év végéig van hatályban. 2019. december 31-ét követően azoknál az új lakóingatlanoknál is alkalmazható az 5%-os mértékű áfa, amelyek építésére 2018. november 1-én már volt végleges építési engedély, vagy a 300 négyzetméter alatti lakóingatlanok esetében az építését addigra bejelentették. A kedvezményes adómérték ebben az esetben is csak akkor alkalmazható, ha legkésőbb 2023. december 31-én értékesítik az új lakást. Több mint 10 000 nézőt várnak hétvégén az első Nyíregyháza rallira, amelynek igazi különlegessége lesz a pénteki gyorsasági szakasz Nyíregyháza belvárosában. A verseny nem csak az országos bajnokság zárófutama, hanem a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség ezzel pályázik Európa bajnoki futam lebonyolítására is, melynek már jövőre a Szabolcsi megye székhely adhatna otthont. A térképen jól látható Nyíregyháza abszolút belvárosában 4 kilométer hosszan alakítanak ki pályát a rally versenyzőknek pénteken. A megye székhelyre, valamint a Zemplénbe
hosszú idő után tér vissza a hazai autósport mezőnye az első Nyíregyháza rallira, rögtön egy nagyszabású futammal, melynek országosan is egyedülálló része lesz a városi gyorsasági szakasz. Azt gondolom, hogy ugyanolyan kívert leszünk mindegy másik gyorsági, jól fel kell dolgoznunk, fel kell írnunk jól, és utána megpróbálni a maximumot autózni rajta. Én azt gondolom, inkább ennek a városi gyorságnak az a fontos szerepe, hogy igenis én azt gondolom, hogy be kell vinni a rallit a városokba, meg kell mutatni, hogy mi ez a sport, és hogy mennyire szerethető sportágról beszélünk, és ki kell szolgálni azokat a nézőket, akik egyébként már követnek ők minket versenyről versenyre, városról városra. A városi szakaszt azonban nem csak a nézők miatt tették be a programba a szervezők. Európa-bajnoki futamra pályázunk a Nemzetközi Autósport Szövetségnél, ami azt jelenti, hogy van egy kormánygaranciánk, ami egy pár hónap ezelőtt történt bejelentés alapján a kormánygaranciával ide szeretnénk hozni 2019 és 2023 között a Rally Európa-bajnoki fordulót, ami nem csak a Magyar Rally Bajnokságnak a zárófutama lehetne, hanem az Európa Bajnokságnak a zárófutama, és egy hatalmas sportszakmai elismerés lenne a magyar autósportnak, és még Nyíregyházának is. Éppen ezért nem csak a városi szakaszban tér el a hazai OB futamoktól a Nyíregyháza Rally, hanem számos más részében is nemzetközi szintre kívánták emelni a szervezők a hétvégi versenyt. Maga ugye a versenykilométer az sokkal több, ugye másfélszer annyi, mint ami a Magyar Bajnokságban szokott lenni, és ez minden vonzatával, tehát ugye minden területtel minden sokkal-sokkal nagyobb, sokkal több ember dolgozik egy ilyen rendezvényen, mivel hogy ebből adódóan sokkal nagyobb a táv, de egyébként ami még pluszban benne van, ezek a nézői pontok kialakítása, illetve azok a szegmensei a versenynek, amivel egyébként idő és anyagi háttér hiányában nehezen tudunk foglalkozni egy sima magyar OB futam. Igaz, hogy ez is az, de ugye kandidáló, tehát nem nagyon tudunk ezzel, nem tudunk ebből részt vállalni. Most ennek sikerült megteremteni az anyagi hátterét, úgyhogy próbáljuk úgy kiszínesíteni a versenyt, ahogy külföldön is működik és megy és látjuk. A versenyt a tervek szerint hosszú távon rendezi majd meg Nyíregyháza, de más téren is erősíteni kívánja szerepét az automotorsportákban a megyeszékhely. A mi városunk szempontjából azt jelenti, hogy a turisztikában most összeszálláshely foglalt erre a hétvégére. Több ezer ember jön el a városunkba, talán még több mint 10 000 is, és született egy kormányhatározat, amely arról szól, hogy folyik a vizsgálata annak, hogy Nyíregyházán egy automotor sport komplexumot, arénát építeni. Hát az viszont az infrastruktúrát megteremti majd több mint egy Európa bajnoki rally futamnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel Nyíregyháza felkerülhet az európai térképre a rally sportágban is. A hétvégi rally versenyre több mint 10 000 embert várnak a szervezők. A sportág népszerűsítése érdekében pedig a városi szakaszt bárki ingyenesen tekintheti meg pénteken. A futamok ideje alatt 13 és 21 óra között Nyíregyháza belvárosában forgalomkorlátozásra kell számítani. 13 szakmában 109 mesterlevelet adtak át a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában. Az új mesterek közül 35-en támogatott képzésben vettek részt. A mesterlevél átadó ünnepséggel egybekötve 20 újonnan kinevezett mestervizsgabizottsági elnök is átvehette a következő 4 évre szóló megbízatását. Ma alapvető probléma Magyarországon a megfelelő szakmunkások hiánya, ezért fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű utánpótlás. Pár éve még az jelentett gondot, hogy hogyan lehet embereket foglalkoztatni, ma már az, hogy hogyan szerezzenek szakképzett embereket a munkáltatók és hogyan tartsák meg őket. Ezért az iparkamara célja, hogy a szakmunkás képzésben a lehető legtöbb segítséget adják a vállalkozásoknak. Kevés megye van, ahol el tudják mondani azt, hogy egy nap 107 mesterlevet fogunk átadni 17 szakmában. És ebből 35 mesterembernek tudtunk adni konkrét támogatást is, nekik minimális összegben került a képzés. Nagyon bízom benne, az itt ülő mesteremberek keze alól ki fog kerülni jó szakmunkások, viszont az is tény, hogy ma, tehát egy komoly gond és kihívás magának a szakmunkás tevékenységnek, a szakmák ismertetése, és az lenne jó, hogy jobb képességű gyerekek mennének szakmunkás képzőkbe.
A képzés teljes költsége 300 ezer forint volt, ebből 35 főnek tudott 240 ezer forintos támogatást adni az iparkamara. Így a képzésben résztvevőknek csak 60 ezer forint önrészt kellett hozzátenni. A legnagyobb létszámban autószerelők vehettek át mesterlevelet, de voltak festők, kereskedők, szakácsok és villanyszerelők is. Tanuló foglalkoztatás az elsődleges cél, fontos a szakmunkás tanulók továbbképzése, és tevékenyen részt kell venni a szakembereknek, és ez volt az elsődleges célunk ebben a képzésen részvételében. A képzés során szakmai, vállalkozás elméleti és pedagógiai ismeretekkel gazdagodtak a mesterek, akik így az életben jól hasznosítható tudásra tettek szert. 23-an pályáztak mestervizsgabizottsági elnök posztra, közülük 20 pályázat sikeresnek bizonyult és átvehették a következő 4 évre szóló megbízatásukat. Köztük Balogh Zoltán, aki vállalkozási ismereteket tanított a hallgatóknak, és most bekerült a mestervizsga elnöki névjegyzékbe is. Jövőben azt jelenti, hogy az országban, hogyha a kamara szervezésében újra mestervizsgáztatásokra kerül sor, akkor ebből a névjegyzékből pályázhatok, vagyis felkérhetnek engem is arra, hogy legyek mestervizsgaelnöke. És hát nyilván ez arról szól, hogy itt a hallgatókat megismeri az ember, meg egy kicsit követi a szakmát. Az új mesterek és mestervizsgabizottsági elnökök egyhangú véleménye, hogy fontos a szakmunkás utánpótlás és a szakmák megbecsülése, hiszen csak így lehet hosszú távon fejlődni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság munkatársai november 5-én az M3-as autópályán ellenőriztek egy személygépkocsival közlekedő férfit, aki bizonytalanul haladt a forgalmi sávokban. A járművezető az igazoltatás során azt nyilatkozta a rendőröknek, hogy diplomata, majd átadott egy lengyel magánútlevelet és egy diplomáciai mentességet igazoló okiratot, amely az elsődleges ellenőrzés során hamisnak bizonyult. Mivel a helyszínen felmerült a gyanú, hogy a férfi ittas állapotban vezette a járművet, mintavételre előállították. Az általa vezetett jármű átvizsgálása során annak utas és csomag teréből nagy mennyiségű, közel 17 millió forint értékű csempészett cigaretta, valamint további hamisított okiratok és forgalmi engedély került elő. Az 54 éves ukrán állampolgárral szemben a Mátészalkai rendőrkapitányságon járművezetés ittas állapotban vétsége és közokirat hamisítás büntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntető eljárást. A rendőrök a külföldi férfit és a gépkocsiban szállított jövedéki terméket költségvetési csalás büntettének gyanúja miatt átadták a további eljárás lefolytatására illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársainak. Akár 3 millió forintos büntetést is kaphatnak a társasházak, ha nem tartják be a tűzmegelőzési és biztonsági szabályokat. Ezekről a társasházi képviselők és a lakosság széles körű tájékoztatást kaphat a Társasházak napja konzultáció keretein belül. A szakemberek szerint az egyik leggyakoribb probléma, hogy a közlekedő területeken éghető anyagokat tárolnak a lakók. A katasztrófavédelem egész évben ellenőrzi, mennyire tartják be a társasházakban a tűzvédelmi előírásokat. Novemberben azonban egy 3 napos akció keretében minden lakás tulajdonosnak, bérlőnek, közös képviselőnek lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül forduljon a katasztrófavédelemhez a kérdéseivel. Tavaly országosan közel 1000, többségében társasházi képviselő vett részt a Társasházak napja című konzultáció sorozaton. A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is megrendezik a programot november 6-a és 8-a között. A lakóépületeknél leggyakoribb problémák a közlekedő területeken az éghető anyagok tárolása. Ezen kívül, ami legjellemzőbb hiányosság, a villamos rendszerek felülvizsgálatának a hiánya, amit bizonyos időszakonként el kell végezni. Erre általában anyagi forrás miatt, kevesebb pénzütése miatt ezt nehezebben tudják a társasházak megoldani, de itt is, mint a korábbiak szerint, utóellenőrzésekre 98-90%-ra ezeket a hiányosságokat is pótolni szokták. A 3 szintesnél magasabb és 10-nél több lakásos épületek esetében írásba kell foglalni az épületek használatával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályokat. Fontos azonban, hogy ezek mindig az adott épületre vonatkozzanak, ne az általános jogszabályokból legyen kiollózva a dokumentum. A társasházaknál az utóellenőrzés során 10-15%-ban szükséges a komolyabb ráhatás a szakemberek részéről, ugyanis még ilyenkor is előfordul, hogy nem javítják a társasházak a hiányosságokat.
Utána természetesen komolyabb szankciók vannak, tűzvédelmi bírság szabható ki a társasházzal kapcsolatban. Ez hiányosságtól függően 10-20 ezer forinttól 3 millió forintig terjedhet, úgyhogy elég komoly bírság, illetve ezek összeadódhatnak kisebb tételek esetén, de a maximum bírság összege 3 millió forint lehet. A Társasházak napja rendezvénysorozat célkitűzése, hogy a társasházak lakóközösségek számára széles körű tájékoztatást adjanak a szakemberek a követendő tűzmegelőzési szabályokról, ezzel is növelve a lakóépületek biztonságát. Csütörtökön ismét hazai pályán játszik bajnoki mérkőzést a Nyíregyháza Blue Sharks. A jelenleg 4 győzelemmel és 2 vereséggel álló kék cápák a még nyeretlen Bonyhádot fogadják. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Continental Arénában. Több mint 3 hete játszott hazai bajnoki meccset a Nyíregyháza Blue Sharks, akkor a Vasas győzték le Czura Attiláék. Azóta idegenben az MTK-t Örök Bálint és a Nagykőrös ellen is nyertek a kék cápák, sőt a Debrecen U23-as csapata ellen a Hepkupában is tovább jutottak a nyíregyháziak. Így sikerélményekből építkezve várhatják az újabb hazai meccset a játékosok, akiknek azért volt elfoglaltságuk az elmúlt napokban is. Úgy gondolom, hogy a hangulata az jó a csapatnak, illetve valóban egy picit régen volt mérkőzésünk, de a srácok azért nem tudtak közben megfelelőképpen pihenni, hiszen volt egy 3x3-as fordulója a Blue Sharksnak közben, illetve diák, olimpia és egyetemi mérkőzés is volt. Tehát egy picit viszontagságos, nem tudunk úgy edzeni, ahogyan szeretnénk mindig teljes létszámmal, de ez nem jelenthet semmilyen problémát a csütörtöki mérkőzés előtt, hiszen az a Bonyhád érkezik hozzánk, aki eddig nem igazán szerepelt jól a bajnokságban, de ezért a győzelemért is 2 pontot adnak, úgyhogy nekünk ez ugyanúgy kell, mint bármelyik másik győzelem. A Bonyhád eddig mind a 6 mérkőzését elvesztette az NB1B piros csoportjában. A szakmai igazgató szerint, bár az esélyek egyértelműen a hazaiak mellett szólnak, végig koncentráltan és fegyelmezetten kell kosarazniuk a cápáknak. Nem elég, hogyha csak kisétálgatnak, és úgy gondolják a fiúk, hogy az majd magától jönni fog az a győzelem. Ezekért is, a győzelmekért is meg kell küzdeni, és nagyon fontos, hogy ne borítsuk föl a csapatnak azt az irányvonalát, ami alapján a csapatunknak a szerkezete, vagy az egész taktikai repertoárja működik. Ilyenkor, ha megérkezik egy papíron gyengébb ellenfél, akkor ugye sokkal több helyzet van, és azok a játékosok is könnyebben helyzetbe kerülnek, akik nem szokták a meghatározó teljesítmény nyújtani általában a mérkőzéseken, és ilyenkor mindenki úgy érzi, hogy majd most ő megmutatja, és hasonló. Ilyen játékból, vagy ilyen hozzáállásból jön az a fegyelmezetlen játék, ami egy nyögvenyelős, nehéz mérkőzés szül. Szeretném, hogyha ez nem így lenne, szeretném, hogyha a srácok ugyanúgy megtartanák a hierarchia alapján kialakított csapatrendet, mint ahogy ezt minden mérkőzésen szokták alkalmazni, és nagyon örülnék neki, hogyha egy jó mérkőzést tudnánk játszani, természetesen hazai győzelemmel. A Nyíregyháza Blue Sharks Bonyhád mérkőzés csütörtökön 17 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig pénteken 20 óra 55-től láthatják a találkozót. Legutóbbi 2 mérkőzését megnyerte a Kölcsey DS-e a női kézilabda MB2 északkeleti csoportjában. Hadobáns István együttese 3 győzelemmel és 2 vereséggel jelenleg a 4. helyen áll a tabellán. A Kölcsey vasárnap a 100%-os teljesítménnyel lista vezető Füzes Abonyt fogadja. A Hajdúböszörmény elleni vereséggel kezdte a szezont a sérülésektől sújtott Kölcsey DS-e, majd Miskolcon nyert magabiztosan Hadobás István együttese. A folytatásban szoros meccsen a Debrecen U22-es csapatától kapott ki a diákcsapat, majd 2 győztes mérkőzés következett. Ózdon 5 góllal, a legutóbbi fordulóban a Kazincbalcika ellen pedig egy gólgazdag mérkőzésen 3 találattal nyertek a Hadobás tanítványok. A csapat így jelenleg 6 ponttal a 4. helyen áll a 10 csapatos északkeleti csoport tabelláján. Azt hiszem, hogy elégedetnek kell lennem. Minden körülményt figyelembe véve szépen haladunk, folyamatosan javulunk. Hozzáteszem, még mindig vannak hiányzóink, Márkus Gizellának a kézműtétje miatt, illetve Gyimesi Lola nagyszerű játékosunk térműtétje miatt nem áll még rendelkezésre. A többiek, ha kisebb-nagyobb sérülések vannak is, de játszottak már. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szépen haladunk, és az utolsó mérkőzéseken pedig az eredmények is bizonyítják ezt. Ezen a 2 mérkőzésen nagyon szépen játszottunk. Ózdon magabiztosan nyertünk, végigvezettünk, csak 0-0-nál volt döntetlen.
most a hazai mérkőzésen egy nagyon jó Kazincbarcika ellen játszottunk. Hozzáteszem, ugyan 50%-os volt a mérlegük, de amikor komplet ki tudtak állni, van olyan játékosuk, akik nem minden mérkőzésen tud játszani, akkor eddig minden mérkőzést nyertek, ez is egy nagyon nagyszerű mérkőzés volt, nagyon kellett igyekeznünk, első félidőben 4 góllal vezetett Barcika, viszont a végén mi vezettünk a második félidőben már 6-tal is, úgyhogy azt hiszem, hogy ez mindez a csapatunk erősségét mutatja. A költségdíjese vasárnap, amíg hibátlan, listavezető Fizesabont fogadja be Miskola csarnokában. Nem lehet más célunk, csak az, hogy megpróbálunk nyerni. Tegyük hozzá, hogy taktikailag nagyon sokat fejlődtünk. Minden mérkőzésen, most a legutolsón is mindenre volt válaszunk, az ellenfél 5+1-ére, 5-1-ére, 6-os falra, tehát nagyon örülök neki, hogy ezeket a lányok meg tudták valósítani. Viszont ez egy más kategória lesz, ez egy kiemelkedően jó csapat a Füzesabony. Még egyszer hozzáteszem, semmilyen más célunk nem lehet, csak az, hogy próbálunk nyerni. Egységesek vagyunk, napról napra jobbak vagyunk. Én úgy gondolom, hogy akár meglepetést is okozhatunk. Hadobás István még elmondta, hogy a költségdíjas ifjúsági csapata 5 győzelem mellett eddig 1 vereséget szenvedett a szezonban. A fiatalok pénteken a Diákolimpia megyei döntőjében lépnek pályára Kisvárdán. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. A házi orvosoknál már kérhető az influenza elleni vakcina. A védőoltást elsősorban a szövődmények elkerülése miatt érdemes beadatni. Éppen ezért nem csak a rizikócsoportokba tartozóknak érdemes kérniük az oltást, hanem azoknak is ajánlott, akik nem vehetik igénybe térítésmentesen. Az influenza elleni védekezéshez azonban az oltás mellett a megfelelően karban tartott immunrendszer is szükséges. 4 kilométer hosszan alakítanak ki pályát a rally versenyzőknek pénteken Nyíregyházán. A megyeszékhelyre, valamint a Zemplénbe hosszú idő után tér vissza a hazai autósport mezőnye az első Nyíregyháza rallira. Rögtön egy nagyszabású futammal, melynek országosan is egyedülálló része lesz a városi gyorsasági szakasz. A verseny nem csak az országos bajnokság záró futama, hanem a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség ezzel pályázik Európa bajnoki futam lebonyolítására is, melynek már jövőre a Szabolcsi megyeszékhely adna otthont. 13 szakmában 109 mesterlevelet adtak át a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában. Az új mesterek közül 35-en támogatott képzésben vettek részt. A mesterlevél átadó ünnepséggel egybekötve 20 újonnan kinevezett mestervizsgabizottsági elnök is átvehette a következő 4 évre szóló megbízatását. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 7-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap párás időre számíthatunk. Hazánk egy tőlünk keletre lévő anticiklon peremén helyezkedik el, így a frontok még mindig messze elkerülnek bennünket. A hajnali ködös párás időt napközben kissé felhős, napos idő váltja. Az előttünk álló éjszaka kevés pátyol felhő várható. Éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet. Csapadék nem valószínű, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben napos idő várható, kevés fátyol felhővel. A köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő. Csapadék nem valószínű, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 16 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A folytatásban lényegi változás nem lesz időjárásunkban, marad az eseménytelen őszi idő, amely során a ködös reggeleket fátyol felhős napos idő követi. Vasárnap lesz egy kis változatosságban részünk, mivel egy érintőleges hidegfront halad el mellettünk, de gyakorlatilag észrevétlenül tovább is halad. A jövő hét közepéig sem várható érdemi történés, marad a száraz, de ködös idő.